Fidesz-KDNP szeptember 22-én tartott sajtótájékoztatót a sikeres városvezetés titkáról az Ajkai Póluskóp Irodaház konferencia termében. A programon vendég volt Kósa Lajos országgyűlési képviselő is. A fórum előtt Fenyvesi Zoltán, a Fidesz-KDNP Ajkai polgármester jelöltje tartott sajtótájékoztatót, ahol elmondta, milyen elképzelései vannak a városfejlesztéssel kapcsolatban. Szlogenünk, hogy velünk a város, velünk a kormány. Kövér László házelnök úr a múlt héten, amikor találkoztam és beszéltem vele, azt mondta nekem, hogy tudatosítsak az emberekben, hogy azért fontos, hogy egy fideszes városvezetés vegye át Ajka irányítását, mert az egy családban lévők, az egy nyelvet beszélők könnyen megértik egymást. Ez a városvezetés a kormánnyal az elmúlt 4 évben nagyon gyakran összerúgta a port. Összerúgta a port akkor, amikor az iszapkatasztrófa történt, hiszen egy héttel az iszapkatasztrófa után már kiküldte a számlát Kolontárnak. Összerúgta a port akkor is, amikor a szakképző intézmények állami átvételéről volt szó, hiszen több per is zajlott a városi intézmények és a polgármester között. Akkor is összerúgta a port, amikor az adósságrendezésről volt szó, hiszen a Fidesz az első körben a város 42%-os adósságát átvállalta, akkor az volt a polgármester és a városvezetés gondja, hogy értem az egészet. Egy év múlva megtörtént a teljes adósságrendezés, csaknem 6 milliárd forintos adósságot vállalt át a kormány, akkor ugyanezt nem tette meg a polgármester úr, meg is köszönte volna a Fidesz kormánynak ezt a gesztust. És az is látható, hogy az elmúlt időszakban, a múlt héten is összerúgta a port, hiszen amikor az árvíz megtörtént, elöntötte a Ajka belvárosát a víz, akkor is az első gond az volt, az első gondolata az volt, hogy a katasztrófa védelmet tette felelőssé, azért, mert nem állt rendelkezésre megfelelő mennyiségű homok, illetve zsák. Azt gondolom, hogy ez sem volt igaz, hiszen mi akár a Kinizsi utcában, hiszen Fülöp Zoltán képviselőtársam a frakció vezetővel jelen voltunk egész délután, és akár csak Tósokon sikerült megállítani a vizet, köszönhetően a katasztrófa védelem segítségének. Kósa Lajos országgyűlési képviselőt arról kérdeztük, hogy milyen jelentősége van annak, hogy a településen milyen pártámogatású az első ember. Igazából nem annak van jelentősége, hanem annak van jelentősége, hogy milyen habitusú a polgármester. A politika az egy tapasztalati műfaj. Tehát nem abból kell kiindulni, hogy ki mit beszél a jövőről, hanem abból kell kiindulni, hogy ki mit tett a múltban. Mert abból lehet következtetni arra, hogy milyen ember és mit fog csinálni. Én inkább azt mondom, hogy annak a jelentőség, hogy valaki kooperációra hajlamos, tehát együttműködő, vagy inkább állandóan a konfliktus keresi. Na most az önök polgármestere az egy tőről metszett iskola példája a konfliktus kereső, bosszúálló, együttműködésre rendkívül nehezen rávehető politikusnak. És ilyen értelemben nem jó választás. Azért mondom, hogy szerintem, hogy egy másik habitusú emberrel jobban jártak volna a baloldaliak, mert ugye az napnál világosabb, hogy ez a kormány lesz a következő 4 évben. Az is napnál világosabb, hogy ez az Európa parlamenti csapat lesz a következő 5 évben. Tehát ez nem fog változni. Most Ajka ezt a trendet nem tudja megfordítani, tehát hogyha egy kooperatívabb, együttműködésre hajlamosabb ember van, arról jobban el lehet hinni, hogy képes tudni alkalmazkodni a város érdekében egy Fidesz kormányhoz. Az önök polgármestere számtalan példáját mutatta annak, országosan is elhíresülve erről, hogy az iskola példája az élő fába is belekötő szocialista politikus típusának. Kósa Lajos több cikluson át volt Debrecen első embere, így azt kérdeztük tőle, hogy mint polgármesternek mi a véleménye Fenyvesi Zoltán programjáról. Hát ez én szerintem ezek egy teljesen megfontolt javaslatok, mert nem különösebben bonyolultak, ami a... És hogy is mondjam, abban az értelemben következnek abból az Európa Fejlesztési Programból, amit szeretnénk megvalósítani. Ami az igazi nehézséget jelenti, és ahhoz kell innováció, meg tényleg ott érteni kell a következő 5-10-15 évnek az európai gazdasági folyamatait, hogy hol találjuk meg, hogyan tudjuk segíteni azokat az ajkai kis- és középvállalatokat, amelyek majd olyan termékekkel, szolgáltatásokkal jelentkeznek, amelyek nem csak addig tartanak, amíg a támogatási pénz, hanem utána még 10-15 évvel.
De ahhoz tényleg abba kell gondolkodni, hogy a következő 20 évben mi az európai trend. Mire kellene ráállni, mit kellene fejleszteni, ami a helyi adottságnak is megfelelő. Ezért mondom, hogy most egy olyan időszak van. Ez a gazdaságfejlesztési program, ez a magyar kis- és középvállalkozásokra támaszkodik. Ha önök kitalálják, és hogy is mondjam, képesek 20 évre előre gondolkodni, gazdaságban ez nem ritka, és azt mondani, hogy már pedig Ajkán a következő vállalkozásban van fantázia, mert ez a környező piacon, Magyarországon és adott esetben a szomszédos országban megél, és ezt érdemes fejleszteni, akkor önök lesznek annak a kis brandnek a tulajdonosai, akik képviselve a nagy jövedelem tartalmat a piacot megpróbálják meghódítani. Ehhez kell egy együttműködő önkormányzat, mert hagyományos tervekből sok van, abban sosincs hiba, de az a probléma, hogy most olyanra van szükség, ami mondom, a támogatás után is életképes. A sajtótájékoztató után Kósa Lajos és Fenyvesi Zoltán teltház előtt tartott lakossági fórumot. Kósa Lajos többek között azt hangsúlyozta, hogy olyan gazdaságfejlesztési programot tervez a kormány, mely a hazai települések ötleteire támaszkodik. De nyilván nem vagyunk egyformák, az önkormányzati választásra sem mindenki pártozik, hogy alapon szavaz. Üsek, Kavics, ettől tekintsünk el. A következő ciklus 5 éves lesz. Tehát és ugye az egész gazdaságfejlesztési perspektívánk, amiről én beszélek, az 20-30 évre kell, hogy előre nézzünk. Egy ajkai brandet megépíteni, valami olyat, ami nagyon ajkai, és vagy újráéleszteni, az 30 év. Tehát az nem megy gyorsan, viszont utána az birtokolni, az kifejezetten óriási elő. Ez olyan, mint a Sümegi Vár. Mióta építik a Sümegi Vár ezt a modernkori legendáját ott egyébként? 25 éve. De most már én Debrecenből megyek az utcán, és egyébként én látom, mert ugye még cikkeztek is erről, a mi újságunkban, a Hajdúdiari Napló, hogy a Sümegi Vár milyen jó. És egy csomó ember megy oda, de nézzék, ez olyan, mint minden az életben, hát kell vele foglalkozni 10-15-20 évet. Hát egy gyereket is nem megcsinálni nehéz. 18 évig fel kell nevenni, és még utána sincsen kész, és utána még bajlódunk fel, aztán viszont 30 évig unokáktól, az unokáknak ilyen, az igazán fontos, nehéz dolgok egy-két évtizedig eltartanak. De utána annak van meg az eredmény. A Jónix-ennek és a Fidesz jelöltjei győznek a Fenyvesi Polgársági Hivatalunk vezetésével, utána csak a rajtőre kell felállni, mert még van egy csomó versenyző, aki mind ki akarja találni magát, tényleg Kormányzővásárhelytől Moson-Magyaróvárig ehhez a győztes vagy sikeres csapathoz kell csatlakozni. Én ehhez kívánok önöknek jó mérlegelést, mozgósítást, mindenki menjen el, és szavazzanak a Fidesz előtteire, akkor nem lesz baj.